Két ember, két különböző pálya, különböző életút és sors. Lehet, hogy még sohasem találkoztak, de biztosan ismerik egymást. És két dolog össze is köti őket. Mind a ketten a szavak művészei, és mindketten idén kaptak Kossuth díjat. Lázár Kati színművésznő és Bertók László költő. Egy jó előadás esetében együtt lélegezni élőben a közönséggel, nem tudok ennél szebbet. Ha egy versnek az első szavát valaki odasúlja nekem, nem tudom ki, a hátam mögül, vagy az első sort, akkor kész, akkor mehet. De hogyha nem, akkor hiába rágom a ceruza végét, akkor nem lehet verset írni. Váradi lányként táplálkozom minden szempontból az egész szakmai és magánéletemben. Ez a váradiság az nagyon, nagyon nagy gyökér. Anyu bekerült Csugónőnek Nagybányára a színházba, és én ott már felléptem 3,5 éves koromban. Tehát azt a színház szagot én azt... Mindig, mikor belépek egy új helyre, egy új színházhoz, ahhoz mérem, hogy milyen a szag, hogy hasonlít-e ahhoz a nagybányai szakhoz. Valahogy tudat alatt, de még, aha, ez olyan, igen, igen, ez jó. Nagyon sokat számított a falu, de nagyon legtöbbet a családom. Tehát az, hogy anyám, aki Szőkedencsről került a házhoz, ő nagyon ambiciózus, agilis, rátermett, igényes asszony volt, és hát hárman voltunk mi gyerekek, mind a három fiú, és hát azt akarta ő is, meg azt a édesapám is, aki hát vele együtt tanított, nevelt, és mindent a gyerekeiért tett szintén, hát hogy valaki legyen belőle. Harmadikos gimnazista voltam, amikor az első verseim megjelentek a Pécsi Dunántúl című folyaratban, ami a Jelenkornak az elődje volt 53-ban. A tanárom Ícsi Ödön István küldte el, magyar tanárom, ide a verseinket, mindenkinek két versét, és az enyémet kiválasztották és közölték. No, ezt csak azért említem, mert hát ettől kezdődően én voltam az iskola költője, hát voltak még, akik verset írtak, de hát én voltam egyedül, akinek megjelentek versei, utána is jelent még meg, és én magam is azt hittem, hogy én már költő vagyok. Tulajdonképpen én azt mondtam, hogy nem is érdemes nekem tovább tanulni, hogy én költő leszek, és akkor a tanáraim meggyőztek, hogy hát ez butaság, mert abban nem lehet megélni versírásból, hanem hát valami olyan szakmát kellene választanom, ami közel áll a költészethez, és hát ezért jelentkeztem én az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a magyar irodalom és könyvtár szakára, hogy majd a könyvtáromat csak írni fogok, még olvasni, mondták. Hát nem vettek föl. Nem vettek föl egyszer, nem vettek föl kétszer, harmadjára fölvettek, de már én az felvételiztem a Nemzeti Stúdiójába, és ott nagyon belekerültem a színházi életbe, és nagyon úgy értem, hogy rájöttem, hogy színházat fogok csinálni, én mindenképpen akár föl lesznek, akár nem. Mert úgy elkezdtem figyelni, hogy mi a csoda ebben a színházban igazán. És hát ott ezt mindig mondom, és nem győzöm mondani, Major Tamás, Kálmán György, Őze Lajos, Törőcsik, Nagy T, meg még nagyon sok, Berek Kati, nagyon sokan. Akkor írtam az első
nagyon elkeserült versemet, Átok című versemet, amiben hát a helyzetemet írtam meg, meg hát megátkoztam a Rákosit is többek között. Nem név szerint, de hát kopasz fejét emlegettem, hogy kigyómászunk kopasz feje alá, ilyen meg ilyeneket. És abban az őszben még írtam verset a padlás lesöprésről, hogy elvitték minden gabonánkat, anyám sírt, apám hallgatott, öcsém lopott a sajátomban a lónak egy marék zabot, így kezdeni. A TS szervezés, erőszakos TS szervezésről, és hát ezeket a verseket elküldözgettük a volt iskolatársaimnak, akikkel ott ebbe körbe voltam, sőt Nagyatádon 55 végén alapítottunk egy másik irodalmi kört, a Ady Endre irodalmi kört, abban négyen voltunk, és hát az ebből lett az, hogy 55 nyarán letartóztattak, elvitt az államvédelmi hatóság, az AVH bennünket, négyünket, akik a Nagyatádi Ady Endre kört alapítottuk, és hát ebből 5 hét a kaposvári AVH pincében volt, és utána elítéltek bennünket a Kaposvári megyei bíróságon, én 8 hónapot kaptam. A 25. színház az azért fontos, mert nem is tudtam én, hogy milyen csodálatos helyre kerültem. Izgatott, mert hát addig egy ilyen hagyományos kőszínházban nagy monstra produkciókat vár, Ady Hédivel, Básti Lajos, ilyen nagy, nemzeti színház stúdiósa, majd főiskolásként is ott dolgoztam. És akkor egyszer csak a 25-be bekerültem, ahol úgynevezett amatőrök, a véleményem szerint a legjobb értelemben, és egészen újat akaró avantgárd csapat gyűlt össze, aminek a létrehozója és megalkotója Derek Kati volt elsősorban. Én már nem nagyon találkozom, valahogy nem hiszem, hogy nincs, de nem találkozom ilyen csodálatos, mély művész emberekkel, mint ők akkor voltak. Ott dolgozott Iglódi István, aki oda vitt, és akinek nagyon sokat köszönhetek. Sok jó munkát és ilyen izgalmas előadásokat hozhattunk együtt létre. És hát akkor a csapat, Zalamár, Kristóf Tibor, Balcsai Mari, Galkó Balázs, Jordán Tamás. Szóval, és akit kihagytam, azt csak szenilitásból hagytam ki. A Jancsót nem hagyhatom ki, mert rengeteget tanultam. A Jancsó munkáitól lettem, én tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ma is korszerű színész. Idában a Galambosi Lászlóval közösen a Lengőfényhidak című verseskönyvünk, amit ugye mindegyikünk külön-külön adta be a kötet, itt a Magvető kiadott Budapestre, de hát nem adták ki külön, hanem indítottak három vidéki városban akkor magvetőjéki leányvállalatot Szegeden, Debrecenben és Pécset, és Pécset, ez volt az első kötet ennek a vállalkozásnak, jelenkor Magvető, az van ráírva most is a hát most is azt írták rá akkor a könyvre, később is néhány könyvet még kiadtak, hát abban jelentünk meg először, akkor elhívtak, még Nagyatádon voltam, elhívtak ide irodalmi rendezvényekre, estekre, Baranyában is több helyen jártam, úgyhogy ez is egyfajta inspirációt adott ahhoz, hogy hát Pécsre kell menni, mert itten kiadták a könyvet. Az elején annyira nehéz volt, úgy éreztem, hogy kibírhat, hogy vissza akartam menni Somogyba, meg is írtam levelet, vissza is vettek volna, és akkor elmentem a Csorba Győzőhöz elbúcsúzni a megyei könyvtárba, és egy fél napig beszélt velem, és ő beszélt rá, hogy itt kell maradnom, mert hogyha azt akarod, hogy valaki legyen belőle, nem elégedsz meg azzal, hogy a Mari nénének meg a Jani bácsinak tetszenek majd a verseid, akkor nem szabad visszamenned. És hát meggyőzött, és azt hiszem, hogy hát igaza lett.
nem szerettem a pesti létet. És a Pogány Judittal öltöztem egy öltözőbe, és annyit mesélt Kaposvárról, és mondta, hogy visszamegy, hogy akkor együtt értem a Jordán Tamásra, azt mondtam, hogy Tamás, menjünk mi is le Kaposvárra. És így jöttünk le. És ahogy ezt eldöntöttük, terhes lettem az Adéllal. Mikor megszületett, és a Chicagót játszottuk, és a Mort Mama, és akkor mindig szoptattam az öltözőbe, és jött a Jaca, az Ilonka néni, az öltöztető, és akkor gyorsan lement a jelenet, és akkor mentem, megszoptattam, tisztába tettem, akkor ringatták, öten, hatan vitték ki, hozták. És akkor már meséli a Karácsony Tamás, mesélte, hogy a hegedűs a háztetőnél egyszer fölment a zsinórba, és hát kit találott az Adélt, volt vagy 8 éves, vagy 6, és fogta a korlátot, hogy le ne essen, és így nézett lefelé, és együtt énekelt a Német Juditta, hogy hogy magyarázzam meg, mit tettem, érted? Hát mert minden már az övé volt. Minden operettet, minden darabot tudott kívül. A második verses kötetem az 78-ban jelent meg, a Emlékek választása. Tulajdonképpen én 45 éves korom körül értem utol magamat, vagy mertem megszólalni azon a hangon, ami az enyém, vagy alakítottam ki azt a hangot, ami az enyém. Amikor a Tárgyak ideje című kötetem megjelent 81-ben, abban már egy egész más, egy ilyen gondolati költészet volt, egy azt hiszem, hogy valamiképpen már az én későbbi jegyeimet is mutató sajátos vers, hang, látásmód és stílus, és valahol ott kezdődik ez az újfajta léra, amit aztán én utána még többféle módon szélesítettem, változtattam, alakítottam, formáltam a saját képemre. Most itt ülve, nagyon messze van ez a Merlin. A Merlint azt itt elkezdtünk mi egy folyamatot a Jordánnal, akkor még együtt voltunk, és az jól is működött, hogy mi is játszottunk a darabokban, és neveltük is a fiatalokat, és csináltunk nagyon jó alkotásokat, és hát miért ne csinálhatnánk ezt most már mi, magunk, Pesten. Elkezdtük a munkát. Igen, ám, de a Merlin más dolgokat is csinált. Befogadó helyiség lett, ott egyre jobban mindenféle események, happeningek, előadások, bejáratott produkciók. És én valahogy ott megszeppentem. Sürgetni akartam volna a dolgot, azt hittem, hogy nem tudom csinálni, és ezért elment tőle a kedvem. Elbizonytalanodtam, és akkor elkezdtem betegedni, ami leginkább egy nagyon erős depresszió volt, és ennek aztán vonzata lett mindenfajta ízületi nyavaja. 89-re összejött nekem a verső kötet, a szonett kötetem, a Tolpien címmel jelent meg 1990-ben. Az a feszültség, amit volt azokban az években, az a feszültség valahogy benne van ezekben a versekben. A történések is benne vannak, azok az események is. Nehezen tudtam leszállni abból a magasságból, ahol ennek a feszültség engem fölvitt, de szabad verseket kezdtem írni. A Deszka Tavasz című könyvemben, ami 98-ban jelent meg, abban már azok vannak, van ugyan egy-két ilyen kóváigó szonett is, de úgy maradék. Látszik egy olyan váltás, oldódás, ahol egy kicsit lazítom én a feszültséget, és kicsit úgy tűnik, mintha sokat beszélnék, tehát körülírok fogalmakat, aminek egyik része az lehet, hogy elvesztették a szavak az igazi jelentésüket. Nagyon sokszor úgy érzem, hogy elvesztették, össze-vissza használják őket és kiforgatják. A professzor délben kér, a szamovár reggel óta fog. Állandóan őt vár.
A professzor egész éjjel olvas meg, így, aztán 2 óra tájba szól a csengő. Mit kíván, kedveské? Tejjel! Költhetem fel a cselédeket, gyújthatom be a szamovát. Szép kis rend. Biztos van jobb, mint színházat csinálni. Van jobb, mert a színház azért egót fejleszt. Ez alatt azt értem, hogy nem tudsz tudatossá válni rendesen. Noha a szerepformálás az mindenféleképpen tudatosságot igényel, de nem tudsz lecsendesedni. Nagyon ritkán sikerül, és ez, ha kérhetek valamit a jó Istentől, akkor az a lecsendesedés. Egy olyan befelé fordulás, egy olyan meditálás, amikor nem kotyog örökké valamiről az agyam. Tehát, ha még ezt elkaphatnám és átadhatnám az Adélnak, meg egy pár fiatalnak, akkor tennék én igazán jót. Ne akar gyorsan célba érni, az úthoz lábad s jogod van. Öleled a fát, és mérgelődsz, hogy egyedül sosem éred át. Mindig, amikor egy könyvben megjelent, akkor eltelik néha egy fél év is, hogy nem tudok írni, mert most akkor mi van, most vége. Akkor odáig jutok, hogy na, többet egy büdös sort, mert nem vagyok a padlón teljesen, akkor jön valahonnan az új segítség. Van egy ilyen mondás, hogy amikor a legnagyobb a szükség, akkor a legközelebb a segítség. Van egy darab, amit valamikor a közeljövőben, de még erről nem beszélek. A címéről nem, semmiről, amit tudom, hogy meg fogok csinálni, ráadásul úgy, hogy én is rendezem, én is játszom benne, és valakivel, aki szintén játszik benne, közösen rendezünk meg. És erről, ebben még tudnék mondani az egóról. Érted, erről a fenevadról, erről a félelmetes, vicsorgó állatról. Erre ezt nagyon meg szeretném még mutatni valahogy. De most már olyan körülmények között, hogy addig próbálhassunk, amennyire szükség van, és olyan körülmények között, hogy utána játszhassuk is sokat, sokat, sokat. Én délután nem tudok írni, meg este se. Én reggel 6 órakor kelek, általában, és akkor 8-ra készen vagyok, és akkor ülök az asztalom, és délig, fél egyig, inkább most már délig, akkor tudok dolgozni, ha tudok, mert van, hogy nem, és akkor ebédeztem, már délután ez már. Nem jön össze, este meg megint már olvasni se igen tudok. Egyrészt én vagyok, de nagyon rég kialakult ez a munkarendem. Különös éjszaka volt, csak miénk volt a sziget, a sétányon senki se járt. Egyre mélyebben csinálom ezt a műfajt. Szeretem, ahogy úgy rám néz az operatőr a kamerával. És ha olyan a feladat, de hála Istennek, hogy leginkább ilyenek a feladataim, hogy tudok valamit vallani, valamit fogalmazni. Szóval jó kapcsolatom van a filmmel, a kamerával, szeretem. Azt hiszem, hogy ha az ember komolyan veszi a hivatását, akkor meg kell tanulni a szakmát. Tehát annélkül hiába mondják azt, hogy a költő nem lesz, hanem születik. Tehát, hogy van egy eleve meglévő érzékenysége a költészet iránt, művészet iránt, sérülés, nem tudom, hogy minek mondjam. De meg kell tanulni a szakmát. Na most én sok mindent megpróbáltam, megpróbáltam, megtanultam.
hogy az én pályám úgy alakult, egyrészt a betegségektől, másrészt a karakteremtől. Sose játszottam, illetve nagyon ritkán játszottam nagy húzó szerepeket elejétől a végéig. Hanem mindig zömmel, kis karakterszerepeket játszottam, vagy kis jelenetet, vagy villanást, de három felvonás, ritkán játszottam. És ennek ellenére megkaptam, egy színjátékos kapta a díjat, aki nem egy nagy, nem egy látványos, hanem olyan, amilyen, de jelen van. És ezért nekem ez a díj nagyon jól esik. Szonya egyedül. Nem mondott semmit. Nem mondott semmit. Lelke és szíve még mindig el van zárva előre. Lelke és szíve még mindig el van zárva előre. De miért érzem mégis ilyen boldognak maga? Miért érzem mégis ilyen boldognak maga? Boldogan neve. A hangja. Simogat. Mi most is itt érzem a levegőt. Elszalad a mi esemény, de úgy tesz, mint aki marad. Kihordjuk az asztalokat, s a folyosó is csupa fény. Állunk a világ közepén, kisüthetünk akár a nap, de üresek a poharak, és ez is csak egy költemény. Van a valóság, van a tény. A köztes űr a gondolat, ordítozunk hát nagyokat, aki hangos, az a legény. És senki sincsen a helyén, csak a szótárban a szavak.